Kecskemét megyei jogú város önkormányzata, Ballószög nagyközség önkormányzata és a Bácsvíz ZRT alkotta konzorcium sikeres pályázata révén indulhatott el az ivóvízhálózat korszerűsítési programja. A projekt célja a vízveszteség csökkentése, illetve a vízi közműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése a két településen. Az eddig megvalósított elemeit és a fejlesztések részleteit ma mutatták be a Bácsvíz ZRT kecskeméti üzemirányító központjában. Kecskemét vonatkozásában egy nagyon fontos, úgynevezett keleti iparterületet érintett ez a beruházás, ahol olyan magas hozzáadott értékű tevékenység folyik, amelynek alapfeltétele a 024-es vízszolgáltatás. És bizony, hogyha egy ilyen aszbesztcemencső hibája miatt ez nem valósul meg, annak már komoly, akár nemzetgazdasági következményei is lehetnek. Szóval egy jelentős kockázattal szerintem kevesebb lesz a projekt befejeződése után, mellette kevesebb lesz a hálózati veszteség, tehát az a víz, ami elszivárog. V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízi közmű ágazatért felelős államtitkára nem csak a projekttel, hanem a vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos gondolatait is megosztotta jelenlévőkkel. Az államtitkár arról beszélt, hogy az egész országban kiemelt feladat a vízvezetékek cseréje. Mérföldkőnek lenni kell az ágazat életében is, örülünk az eddig fejlesztéseknek, és nem felejtjük, hogy a fejlesztésekben is azért még hátra van, vagy 1000 település, ahol ugyan a lakosságnak 17%-a él, de még nincsen szennyvíz elvezetés tisztítás, zárójel bezárva, erről nem mondunk le. Azonban ami nem tűr halasztást az az, hogy el kell kezdenünk nagy léptékben a vezetékeknek a felújítását. A Kecskeméten, illetve Ballószögön megvalósuló beruházásnak eredményeként 10%-kal csökken majd a vízveszteség. Összesen 1943 főt érint közvetlenül a beruházás, de Kecskemét lakosságának legalább felére lesz majd kedvező hatással. Gál József alpolgármester az eseményen elmondta, ez egy rendkívüli jelentőségű beruházás a két település számára. Annak a stratégiának is megfelel, ami a kormányzat stratégiája is, de az önkormányzaté is, hogy energiatakarékosan és minél hatékonyabb energiafelhasználással mindezek szerepelnek egyébként Kecskemét város klímastratégiájában és az egyéb dokumentumaiban is. Nagyon fontosnak tartja a városvezetés a vízzel való kiemelt foglalkozást. Varga Csaba, a Dunaszfal ZRT területi igazgatója ismertette a projekt fázisait a kivitelező szempontjából. A jelenlevők megtudhatták, hogy a projekt megvalósítása az ütemezés szerint halad, és hogy a 2023. október 30-ai megvalósítási határidő betartását akadályozó körülmény jelenleg nem áll fenn. Közel 7000 folyóméter vezetéket fogunk felújítani, cserélünk ki, mind-mind annak a tudatában, hogy az a meglévő rendszer, ami most jelentős hálózati veszteséggel dolgozik, az üzembiztosan hálózati veszteség nélkül tudja a lakosság számára a szükséges ivóvizet eljuttatni. Ezek Kecskemét város, megyei jogú város területén központosítva a Szent Imre körút, Szent István körútra, a Mártírok útjára, a Betonkeverő útjára, illetve az Ipoly utcára vannak központosítva. Ballószögön a Bem utca és a Rákóczi utca között végzik el ezt a munkát. Közel 2800 vezetékcsere történt meg eddig. A telephelyen épül 3 darab nyomásfokozó állomás. Ebből 2 már be is üzemeltek, egy 50 kW-os napelemparkot is telepítenek, majd növelik az arzénmentesítés hatékonyságát is.